Köszöntöm Önöket, az önkormányzati perceket látják. A mai adásban a Rákosmenti Összefogás óvoda 2023-ban megvalósult legfontosabb fejlesztéseit és eseményeit fogom újból felidézni vendégemmel. Üdvözlöm a stúdióban az intézmény vezetőjét, Papné Veszprémi Júliát. Köszönöm szépen, én is szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. És nyugodtan kiemelhetjük, hogy az intézményében gyakorlatilag már 2022-ben megkezdődtek a felújítási sorozatok, ami nagyon sok mindent érintett. Kezdjük akkor azokkal, amik tulajdonképpen magában az intézményben valósultak, mert az udvaron is történtek dolgok, de akkor magában az épületben milyen fejlesztések kezdődtek meg már 2022-ben? Így van, azért előtte szeretném elmondani ismét, hogy ez egy olyan épület, ami 81-ben került átadásra, tehát bármennyire vigyázzunk is megóvni az állagát az épületnek, azért a 44 év azért hát elhasználódott az épület, meg a szerkezet is, és éppen időszerű volt, hogy ezek a felújítások megtörténjenek, amit vártunk, és aminek természetesen nagyon örültünk. 2022 őszében kezdődött, akkor a kazánunkat cserélték ki, mert az is volt, amikor működött, volt, amikor nem, tehát pont jókor még a fűtési szezon előtt megtörtént a cseréje. Majd 22 novemberében és decemberében folytatódott az intézmények külső nyilászárójának cseréjével a csoportokban, illetve a bejárat és a kültéri bejárat cseréje történt meg, amit követett az aulának a burkolása. Ezt a burkolást folytatták, mert végül is az intézmény hátsó bejáratát is leburkolták, tehát az is cserére került, és így sokkal biztonságosabb a kijáratunk, arról nem is beszélve, hogy mennyire esztétikus. Tulajdonképpen az egész 23-as év azért nagy változásokat hozott az Összefogás óvoda életében, mert épülünk, szépülünk, és nagyon-nagyon örülünk ennek, és jól érezzük magunkat benne. Ugye folytatódott 2023-ban azzal, hogy a csoportokat leparkettáztuk. Akkor kaptak a csoportok redőnyöket, ami nagyon-nagyon fontos volt, hiszen borzasztó meleg van az épületben. A folyosón lévő nyílászárókat is kicserélték, tehát az is most már nagyon szép, és igazából egységes képet mutat az intézmény kívülről. Megtörténtek a mennyezeti lámpák cseréje is, ugye LED lámpákat kaptunk, ez sokkal hosszabb élettartamú, és a világítása is erősebb. Megtörtént nyáron a mennyezetben a melegvíz csőcsere is, mert hogy az is elég gyakran kiukadt, csöpögött a víz, és folyamatos volt szinte, hogy a folyosó mennyezetét, álmennyezetét cserélnünk kellett. Majd ugye nyáron megtörtént a műfűves udvarrész átadása, aminek azért örülünk nagyon, mert hogy ugye az Összefogás óvoda Madárdomb elején van, és egy lejtős részen, így, hogyha esik az eső, különösen nagy eső esetén, ugye az eső leviszi a homokot, a füvet, mindent az udvar hátsó részére, és gyakorlatilag egy nagy sártenger van ott. Hiába füvezzük egyébként a területet, a sok fa, a nagy árnyék, ami egyébként nagyon jó, az a fű növésének nem nagyon kedvez. Így azzal, hogy a műfűves udvarrészt megkaptuk. Lehetőségünk van arra, hogy amikor esős idő van, vagy saras az idő, akkor azon a részen a gyerekek tudjanak játszani, szaladni, mert tulajdonképpen ez az udvarnak majdnem a felét érinti. A felújítások pedig ezen a ponton nem állnak meg, sőt tovább fognak majd folytatódni, de akkor erre még majd visszakanyarodunk. Csak még két kérdés, mert itt amiket felsorolt, tényleg gyakorlatilag az egész intézmény kívül belül megújult, és számomra ez mindig nagyon fontos kérdés, hogy a munkálatok a járó kellemetlenségeket mennyire viselték jól a gyermekek és a munkatársak, illetve mennyire sikerült ezt az átmeneti időszakot áthidalni. Azt gondolom, és úgy láttam, hogy viszonylag egyszerűen történt meg ennek az átvészelése. Nyilván, hogy azért a szülőknek és a kollégáimnak hatalmas köszönet érte, mert azért ez szervezés, nagy szervezést igényelt, különösen akkor, amikor a bejárati ajtót nem tudtuk használni, de a hátsó bejáratot sem az intézményben, így a csoportszobán keresztül jöttek be a szülők. Ez nem tartott sokáig, talán egy hétig, de a szülők megértették, és elfogadták a helyzetet, nyilván mindig tájékoztattuk őket, hogy most itt tart a felújítás, most ez a feladat van, most ebben kérjük a segítségüket, és ebben abszolút partnerek voltak. A kollégák meg szintén elfogadták a helyzetet, és mindenki azon volt, hogy minél hamarabb megszépüljünk. És ha már megszépül, és tényleg kaptak gyakorlatilag egy teljesen megújult épületet, hogyha őszinte velem, akkor az ember reggelente, mikor belép, más érzésen megy be az óvodába így most már?
Igen. Tehát most, hogy belépünk az épületbe, egy hatalmas, világos aulában érkezünk, ami hát nagyon jó. És igazából onnan látom ennek a változását, hogy ha érdeklődő szülők jönnek, vagy bárki, aki nem az intézmény dolgozója, csak bejön, belépnek az aulába, és körbenézek, és hogy jaj, de szép. Ugye természetesen azért ehhez a képhez hozzájárul a két Csekovszki fal is, mert azért azt sem hagyhatjuk ki. Tehát egy esztétikus környezetbe érkeznek a hozzánk látogatók. Ha már a szülőket szóba hozta, azt tudom, hogy az óvoda nagy hangsúlyt fektetek a szülőkkel való kapcsolattartásra, és ennek egyik kiváló példája az a bizonyos családi nap, amelyre minden alkalommal sor kerül az intézménybe. Ráadásul ebből egy évben kettő is szokott lenni? Igen, évente kétszer tartunk családi napot, egyet ősszel, ugye, hogy megismerkedjünk az újszülőkkel is, illetve folyamatosan tartsuk a kapcsolatot a szülőkkel, a másikat pedig májusban vagy júniusban, attól függ, hogy ezt az időpontot mikorra tudjuk kitűzni, mert a beiratkozások után a felvett gyermekek szüleit is meghívjuk már erre a rendezvényre, szoktak jönni, és kapnak egy bizonyos képet az intézmény belső életéről. Azért is hoztam ezeket szóba, mert ezek 2023-ban sem maradtak el. Nagyon jól sikerültek tavaly ezek a családi napok? Ezek mindig jól sikerülnek, és ezt szeretnénk folytatni. Ugye szóba került még visszatérve az udvarnak a felújítására, és itt szerettem volna még megkérdezni, hogy a mindennapi mozgásra mekkora hangsúlyt fektetnek az intézményben? Az intézménynek az egyik kiemelt feladata a mozgásfejlesztés, ami amúgy is nagyon-nagyon fontos, az óvodáskorú gyerekeknek lételeme a mozgás. Éppen ezért jó az, hogy ezen a műfüves részen, meg a focipályán, meg a kosárlabdapályán, mert ugye a műfüves részen ezek is vannak, tehát mindig ki tudnak menni a gyerekek, ugye a Bozsik program keretében megkapjuk az eszközöket, tehát a gyerekek fociznak, kosárlabdáznak, az óvodnénik tesznek ki eszközöket, hogy fejlesszék a gyerekeket, és jó idő esetén többnyire már kint vannak ezek a mozgásos foglalkozások, rossz idő esetén azért a tornaterem, mert azért az is jó, hogy van nekünk. 2023-as év, tehát a felújítások szempontjából igen mozgalmas volt az összefogás óvodában, és ahogy mondtam, akkor térjünk most rá erre, itt ezen a ponton. 2024-ben sem állnak meg, sőt folytatódnak ezen munkálatok. Mi fog akkor ebben az esztendőben megvalósulni az óvodában? Ez már elkezdődött, tehát 2023 végén jelezték, hogy az intézmény tetőszigetelését meg fogják csinálni. Ez azért nagyon fontos, mert a szigetelés is tönkrement, és folyamatos volt a beázás. Tehát egy esős idő után, hát úgy volt olyan rész, ahol kerülgetni kellett a vödröket. Hiába jöttek ki megjavítani, akkor a másik helyen lyukadt be a tető. Tehát ezt a tetőszigetelést ezt elkezdték, és a mai napon be is fejezték. A felújításnak még mindig nincs vége, hiszen ezután kezdődik az intézmény külső szigetelése. Ennek időpontja akkora tehető, amikor már éjszakai fagyok nem lesznek. Tehát azzal, hogy a tető felújítás, illetve a külső szigetelés is megtörténik, azt hiszem, hogy az intézmény teljes mértékben felújul. Ez nem jelenti azt, hogy nem lesznek még olyan részek az épületben, amit nem kellene még felújítani, szépíteni, de azt gondolom, hogy azokhoz képest, amik most történtek, ezek elenyésző. Én ezt a kitartást kívánok a munkálatokhoz, és valóban egy csodálatos óvodát fognak kapni, bár már így is nagyon szépen néz ki természetesen az intézmény, és akkor zárjuk a beszélgetésünket egy vidám esemény beharangozásával, mert hogy elindult farsang hete, hogyan készülnek erre? A mi farsang életünk hétfőn indul, minden napra különböző tevékenységeket, játékokat tervezünk, hétfőn az Ákon Bákom Színház jön hozzánk, a Világ Ámen Csacsi előadást fogja előadni, minden napján sütnek a gyerekek fánkot, tehát az egész héten a fánk kellemes illata fogja fogadni azokat, akik jönnek hozzánk. Lesz rongyos bál, amit úgy hirdettünk meg, hogy anyának vagy apának a ruháját hozzák a gyerekek, azt vegyék fel, és akkor táncolunk egyet. Maga az esemény az pénteken lesz, akkor egy hatalmas bulit csapunk a csoportokban, mindenféle játékokkal, aztán egy közös táncot az aulában, de lesz állarckészítés, lesz bábégetés, és mi így űzzük el a telet. Akkor én pedig nagyon jó szórakozást kívánok ezekhez a remek eseményekhez, és gratulálok az elért eredményekhez, illetve nagyon sok sikert kívánok az óvodának 2024-re. Köszönjük szépen! Önöknek pedig a figyelmüket köszönöm, meg tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra!